Az elmúlt csaknem két évtized sikere igazolja, hogy a Kvártéház udvara ideális helyszínt ad a nyáresti színházi előadásoknak. Az elmúlt esztendőben a nézőszám rekordot döntött. Nagyon nagy igény van mind a nyári szabadtéri színházra, mind pedig a zalaegerszegi kortárs művészeti fesztiválra is, hiszen a hagyományos és népszerű darabok mellett a kortárs művészet tekintetében is olyan darabokat, olyan előadókat, olyan művészeti élményeket tekinthetnek meg, vagy tehetnek magukével, amely azt gondolom, hogy talán más körülmények között, más városokban, még a környéken sem elérhető. Bakos Kis Gábor június 25-én önálló esttel érkezik az Alai Vármegye székhelyre. A fesztivált Bősze Ádám zenetörténész előadásával, majd Mucsi Zoltán estjével folytatják. Június végén a Kárpátaljai Magyar Drámai Színház produkcióját tűzik műsorra. Ami nagyon izgalmas számunkra, az a Csehov egy felvonásosok a Beregszászi Színház előadásában. Tehát mindegyik olyan produkció lesz, ami különleges és eszenciális lenyomata lehet ez a hét az elmúlt időszak független, hogy alternatív és nem alternatív színház életének, ami befér a Kvártéház udvarára. Lesz egy rendhagyó, kvázi beavató színházi előadás, ez az Antigone projekt. A Kvártéház udvarán az I Love You-val lépnek július 4-én színpadra. A Hair című musical zalaegerszegi bemutatója augusztus 2-án lesz. A zenés darabot a Kvártéház Szabadtéri Színház és a Soproni Petőfi Színház állítja színpadra a Színház és Filmművészeti Egyetem közreműködésével. A koreográfiát Kósa Kemes Laura és Kósa Ruben készíti. Ezek a táncok, ezek hagyományos, illetve hát kortárs, klasszikus és hát színházi tánc alapokon fognak nyugodni, de mindig csempészünk azért ezekbe egy kis hagyományost, egy kis népi táncot is, néptáncot, népi motivumokat, ahogy ez már volt akár az I Love You esetén is tavaly, vagy korábban, hogyha valaki emlékszik rá, és látta, akkor a Meseautóban is ugyanígy történt ez. A nyári szezont az Alai Táncegyüttes és Kósárt Kalotaszeg ZRT című produkcióval zárják augusztus 21-én.